Amikor Isten hallgat. 77. Zsoltár. Istenhez száll szavam, hozzád kiáltok, Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson. Keresem az Urat a szorongatás napján, éjszaka szüntelen hozzá emelem a kezem, lelkemnek nincs vigasztalása. Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem és eleped a lelkem. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, nem tudok szólni. Régmúlt napokra gondolok, hajdani évekre emlékezem. Az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem, hogy eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra. Nem lesz már soha irgalmas, kegyelme örökre elveszett. Elenyészett minden nemzedéknek adott ígérete? Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? És így szólok. Az a bánatom, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott. Eddig a Zsoltár első 11 verse. Az ember sokszor érzi úgy, hogy itt lenne az ideje, hogy Isten lépjen, hogy tegyen végre valamit, cselekedjen az életében, szóljon, mutasson utat, jelezze valamiképpen, hogy vele van, hogy jelen van az életében. Az ember vár, és semmi sem történik. Isten nem szól, nem cselekszik, mély hallgatásba burkolódzik, visszavonul, visszavonja magát az imádkozótól. És ilyenkor az ember úgy érzi, hogy Isten őt elhagyta. Úgy érzi magát, mint a nemrégiben olvasott 13. Zsoltár hőse, aki ilyen kérdésekkel bombázza Istent a második verstől kezdve. Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a fájdalom, és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik még rajtam ellenségem? És így tovább. Nos hát, a 77. Zsoltár hőse is Istennek ezt a némaságát éli át. De mindannyian átéltünk már ilyen időszakot. Imádkoztunk, kérleltük Istent, kiáltottunk, fohászkodtunk, hogy szólaljon meg, válaszoljon, mutatkozzék meg valamiképpen, és semmi. Lehet, hogy Isten hallgatása, a léleknek ez a sötét éjszakája csak napokig tart, de eltarthat hetekig, hónapokig, vagy akár évekig is. És nagyon fájdalmas, küzdelmes, nehéz időszak. Különösen annak, aki egyfajta sikerorientált, hívő életet élt. Meg volt győződve, hogy csak hit kell, csak hinnie kell, és akkor Isten megáldja, mindenképpen megáldja az életét. És akkor most Isten hallgatása. Hát persze, hogy sok hatásként éri. Sőt, egy idő után már nem is lehet megkülönböztetni, hogy Isten hallgatásáról van-e szó, vagy pedig az ember úgynevezett lelki szárasságáról. Pedig a kettő persze különbözik. Amikor Isten hallgatását érzékelem, akkor én közben nagyon is aktív vagyok, szenvedélyesen faggatom őt, mint itt a zsoltáros. Ezzel szemben lelki szárasság idején elveszítem a lelkesedést, a fogékonyságot Istenre, szavára, dolgaira. Közönyössé válok, nem tud lángolni a szívem, mint hajdan az Emmauszi tanítványoké Jézus szavaira. Aztán van, aki Isten hallgatása idején, ahhoz már nagyon régóta tart, fel is adja az egészet, feladja, nem szól többé Istenhez, nem látja értelmét az imának sem, a küzdelemnek, de még a hitnek sem, és haragosan, dühösen, dacosan, vagy lemondóan legyintve egyszerűen hátat fordít Istennek. Ilyen is van, és persze ez a legrosszabb. Istennek a hallgatása ugyanis
egyrészt természetes, sőt, bibliai jelenség. Sokszor találkozunk vele, különösen a zsoltárokban, de a prófétáknál és máshol is. Sőt, sok nagy szent is megtapasztalta ezt élete során. Na, ez az egyik dolog. Másrészt viszont mély, összetett és igen-igen titokzatos dolog Isten hallgatása. Nem intézhetjük el egy ilyen dacos várándítással, sem azzal, hogy hátat fordítunk neki. A Scotland Yard egyik hajdani híres vezető embere, a keresztény Sir Robert Anderson, egy csomó kereszténységről szóló mű, köztük egy The Silence of God, Isten hallgatása című könyv írója, így fogalmazott, mindjárt ennek a könyvnek az első fejezetének, benne a legelső mondatban. Azt mondja, az ég némasága létünk legnagyobb misztériuma. És hát ez így igaz. Mit mondjunk hát? Először is meg kell különböztetnünk két dolgot. Azt, amikor Isten néma marad a történelemben, és azt, amikor néma marad az egyén életében, az keresztény ember életében. Istennek kétségkívül vannak hosszú történelmi hallgatásai. A babiloni fogság idején például, amikor a választott nép egy csapásra veszítette el a templomot, azzal együtt a kultuszt, a Dávidházi királyságot, rengetegen a szülőföldjüket, a szentföldet, mert számüzetésbe kellett menniük. Na szóval eltűntek Isten szerető jelenlétének, kiválasztásának, kegyelmének, ígéreteinek a garanciái egy csapásra, az összes. És ezt a nép érthetően Isten hallgatásaként élte meg. Az Úr elhagyott minket, mondták. A Krisztus esemény óta pedig Isten a történelemben többnyire hallgat. Nem szól, legalábbis döntő sorsfordító mértékben nem szól bele a világ folyamataiba. Hát miért? Mélységes nagy titok. De erről egy másik alkalommal szeretnék majd beszélni. Most inkább arról, hogy Isten némasága jól ismert élménye a magánembernek is. Ilyen elhagyatottságról, Isten hallgatásáról panaszkodik a 77. Zsoltár írója. Ez az a Zsoltár különben, amely az egész Biblián belül a legrészletesebben írja le ezt, Isten hallgatásának az élményét. Gyorsan átfutom, hogy hogyan is festi le a Zsoltáros a helyzetét. Először is elmondja, hogy ő nem némán, passzívan várja Istent, hanem imádkozik hozzá, kiált. Istenhez száll szavam hozzá, kiáltok, írja a második versben. Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson. De választ nem kap. Ezért mondja, lelkemnek nincs vigasztalása. Keresi Istent naphosszat, keresi éjszaka, ő rá gondol, róla elmélkedik, még aludni sem tud, és a végén pedig már megszólalni sem. Fogalma sincs, hogy mit mondhatna, hogyan kérlelhetne még, hogy választ kapjon. Így írja a harmadik verstől. Keresem az Urat a szorongatás napján, éjszaka szüntelen hozzá emelem kezem, Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem, és eleped a lelkem. Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, nem tudok szólni. Végül a legszörnyűbb eshetőségig jut el a Zsoltáros, addig a gondolatig, hogy hát bizonyára elvetette őt Isten. Így erről. Az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem,
hogy vajon eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett az ígéret? Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába? Hát ezek ugye eléggé felkavaró kérdések. És ráadásul úgy tűnik, egy korábbi sikeres, kiegyensúlyozott Isten kapcsolat változott át most így, e kilátástalan állapottá, amikor is Isten viselkedése megfordult. Azt mondja, az a bánatom, hogy a magasságbeli jobbja megváltozott irányomban. Hát mit tegyen? Nem talál más megoldást, mint a bevett klasszikus receptet, amely a hasonló esetekben oly megszokott a Bibliában, hogy tűnik a múlt emlékéhez menekül. A 12-es verstől szinte ilyen rutin mozdulattal nyúl a dicső múlt után. Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkodom hajdani csodáiról, minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem, és akkor ezt mondja, és tényleg így is tesz, jó 10 versen keresztül. De az emlékezés most nem hoz változást. A Zsoltár minden megoldás nélkül, vagy csattanó nélkül egyszer csak úgy ér véget, mintha félbe szakadna. Hát ugye sokunknak ismerős ez a helyzet. Szörnyen kínos, nehezen elviselhető állapot. És mégis a prédikációs gyakorlatnak a templomainkban sajnos szinte egyáltalán nem témája ez. Templomainkban rengeteg szó esik, rengeteg tanúságtétel, bizonyság hangzik el arról, hogy kivel, mikor, mit tett, kit hogyan áldott meg, mentett meg, gyógyított meg, szabadított meg az Isten. De Isten hallgatása, amely pedig nem kevésbé gyakori és meghatározó élmény sok hívő számára, hát ez alig-alig kerül elő az egyházban. Kevés segítséget kapunk az ilyen helyzetekhez. Ez az igazság. Hát először is ugye mindig azt nézzük, hogy mi az oka. Mik lehetnek az okai Isten hallgatásának? Kiindulásul szeretnék 3 dolgot leszögezni. 1. Ez egy elv. Isten jó, és csak jó. Ezért a hallgatása is mindig jó. Üdvös, javunkra szolgál. Ha ebből indulok ki, akkor van értelmes válasz a miért hallgat Isten című kérdésre. Ha meg nem ebből indulok ki, akkor nincs. Ha megfeszülök se, nincs. A második ebből következik, hogy Isten soha nem volt és soha nem lesz közömbös irántad. Soha nem leszel érdektelen számára. Nem szűnik meg törődni veled, soha nem hagy el. Dehogy is hagy. Nem úgy van, ahogy a Zsoltárosnál olvassuk, hogy tán eltaszít az Isten, nem lesz már soha irgalmas, kegyelme örökre elveszett, elenyészett, ígéretét elfeledte, jóságát bezárta, és így tovább. Ilyeneket ír a 77-es Zsoltár írója, és teheti, ez egy Jézus előtti, megváltás előtti ember, aki mondhatott ilyeneket, lehettek neki ilyen félelmei, de Jézus Krisztus óta nem. Többé már nem. Ezt kell nekünk nagyon-nagyon élesen az elménkbe, meg a szívünkbe vésni, mint legnagyobb bizonyosságot, hogy a helyzet többé már soha nem lesz olyan, mint ő előtte volt. Mert ő benne Isten pont azt adta tudtul nekünk, hogy ezek többet nem reális lehetőségek annak, aki hisz, akkor sem, ha sokszor így éli meg az ember Istennek a csendjét, de nem hagyja el. Aztán a harmadik dolog megint egy nagyon komoly dolog.
Tudni, az igazság az, hogy Isten egyszer már szólt Jézus Krisztusban. Ő Istennek a legnagyobb, leghatalmasabb kijelentése. Az ő szolgálata, halála, feltámadása. Válasz minden kérdésre. A történelem, meg az egyén. Minden. Valaha feltett, vagy akár még feltehető kérdésére válasz. Csak hogy, ugye szólt az Isten egyszer Jézus Krisztusban, a kereszten, de rengetegen nem hallották meg, és nem hallják meg ma sem. Sőt, sokan magukat vallásosnak mondó emberek közül is félig meddig hallották, csak nem igazán belsőleg hallják meg Istennek ezt a szavát, aki Jézus Krisztus. Így aztán Jézus sok kortársára nem volt, és sok mai ember életére sincs, semmiféle hatással ez a szó. Nulla. A hatás nulla. A szó a történelem legmonumentálisabb, világrengető, eget, földet megrengető szava, Krisztus. Isten kimondta, a hatás pedig nulla. A világ, meg a, mind a történelemben, ugye a népekre, mind az egyéneknek a tömegére nulla. Isten pedig, hát akkor most ugye mit tehetne? Vár. Isten várja, hogy meghallják ezt a szót, amit 2000 éve kimondott. Várja, és addig nem mond többet. Hát ugyan vajon? Mi a csodát mondhatna még? Igen, Isten döntően ezért nem szól. Mindezzel együtt beköszönhet Isten némasága komoly hívő emberek életében is, akik már meghallották Isten nagy szavát, Krisztust, és hittek benne. És mégis van úgy, hogy Isten hallgat, nem szól hozzájuk, nem felel kérdéseikre. Hát miért? Ahogy mondtam, ez egy nagyon mély dolog, és több oka lehet. Egy. Oka lehet Isten hallgatásának, hogy az illető, ha hívő is, de mégis történetesen, súlyosan hitellenes, vagy szeretetellenes módon cselekszik, illetve ilyen állapotban van, és ezt a bűnt nem teszi le. Hát ezért nem szól hozzá Isten, hanem vár. Várja, amiről az előbb beszéltem, hogy az illető frissítse fel magában, hogy mit is jelent az ő Jézusban kimondott szava. Mit jelent őre a mostani helyzetére, a mostani kérdésére nézve az a tény, hogy Isten emberré lett, hogy idejött közénk, hogy részt vegyen ebben a kutya világban, ami a történelem, és meghalt érte. Vedd észre, tehát Istennek ez a hallgatása üdvös hallgatás. Másodszor szintén oka lehet Isten hallgatásának a Jób effektus, vagyis az a helyzet, amikor az Úr próbának akar alávetni valakit, vajon kitart-e mellette akkor is, amikor borzasztóan nehéz helyzetbe kerül, mint Jób, amikor egyedül van, amikor elmaradnak az életéből a korábban megszokott kellemességek, vallásos érzelmek, istenélmények, adományok, meg más eféle édes bizonyságok. Akkor mit csinál? Hát Jób is így beszélt, ugye a 30. fejezet 20-as versében. Hozzád kiáltok, de nem adsz feleletet. Itt állok, ám te ügyet se vetsz rám. Vajon kitart-e Jób az ember, kitart-e így is Isten mellett, vagy hátat fordít neki? Ilyenkor Isten hallgatása ezt a kérdést akarja kiélezni. Nem önmaga számára, mert ő enélkül is mindent tud az emberről, hanem az illető ember számára. Mert ha erről van szó, tehát a kitartás, a hűség, a ragaszkodás
meggyengüléséről van szó, akkor sokkal jobb, ha még idejében észbe kapok egy ilyen isteni hallgatás, némaság során, és tudatosítom, hogy ez a hiba, ez velem a baj. Hogy bizony megvan bennem a bűn, mert már régen nem Istenre vágyakozom, hanem ajándékaira, édes érzelmekre. És ez bűn. Ha erre rádöbbenek, és egy komoly ember vagyok, hát akkor azonnal változtatok ezen. Úgyhogy Isten részéről ez a második fajta is egy igen-igen üdvös némaság. Harmadszor lehet, hogy Isten egyszerűen az eddiginél egy mélyebb kapcsolatot akar velem. Nincs semmi különösebb baja. Csak úgy látja, hogy szintet kéne már lépni a kapcsolatunkban, mert egy kicsit megkopott, ellaposodott, megszokottá, rutinszerűvé vált, és Isten pedig nem akarja, hogy mi őt megszokjuk, vagy a dolgait. Hát, tehát ez volt az első kérdés, mi lehet az oka, ilyesmik. Második kérdés, mit tehet a hívő, amikor ez ráköszön? Isten hallgatása, ez a borzasztó állapot. A lelki élet avatott ismerői elsősorban a következő három tanácsot szokták adni ilyenkor. 1. Aki ettől szenved, forduljon lelki vezetőjéhez, vagy ha nincs neki, keressen, akinek elmondhatja a problémáját. Mert a lelki vezető egyszerre tudja szemlélni a dolgot belülről, belehelyezkedve az én helyzetembe, meg kívülről is tárgyilagosabban, mint jó magam. Másrészt nyilván rengeteg hasonló esetet hallott, ismer már. Vannak tapasztalatai a gyógymódokat illetően, úgyhogy tud hasznos tanácsokat adni. A másik ajánlatos lépés az a közösség. Járjunk közösségbe. A testvérek hit tapasztalatainak megosztása rengeteget segít az ilyen embernek abban, hogy a maga baját a megfelelő perspektívából szemlélhesse, és így tovább tudjon lépni. A harmadik gyakori tanács pedig az, hogy kezdjek el mostantól fogva teljesen tudatosan Istenben járni, mindent vele megosztani, elmondani, mindenért hálát adni, odafigyelni arra, hogy mely területen, mely pontokon akarja az Úr elmélyíteni az én tapasztalataimat őróla. Mert lényegében pontosan ezért hallgat, hogy idáig elvezessen, hogy gondolkozz, hogy mi itt a probléma. Akkor is, sőt éppen akkor kell ezt megtenni, Istenben járni, amikor úgy érzem, hogy az ő részéről a reakció nulla, nem érkezik semmi. Akkor is, előbb vagy utóbb, meg fogom tapasztalni a változást. Ezek tehát a leggyakoribb, hasznos tanácsok Isten némasága esetére. És még valami, mindennél fontosabb, a várakozás. Várakozni kell Istenre. Egyszerűen várakozni kell Istenre úgy, ahogy a 130. Zsoltár hőse azt mondja, várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a reggelt. Őrök a reggelt. Hát képzeljük ezt el. Így valahogy próbáljunk meg várni az Úr megszólalására. Hogy megy ez konkrétan? Hát igenis, elkezdek beszélni Istenhez, nagyon őszintén. Elmondom neki, hogy haragszom. Igenis, dühös vagyok, nyomorultul érzem magam. Szóval elpanaszolok mindent. És egy idő után akkor le fogok csillapodni. Megnyugszom, keserűségemet kiadtam, lehiggadok. Lehiggadok, és ekkor kezdem el kérni őt.
Uram, én tudom, hogy te vagy. Tudom, hogy csak jót akarsz nekem. Tudom, hogy ez a te mostani hallgatásod is a javamat szolgálja, még ha most azt nem is tudom, hogy miféle javat szolgál. De kérlek, szólalj meg most már. Felej, ne légy néma. És így tovább, kinek-kinek, ahogy a maga belsője diktálja. A lényeg, hogy Isten hallgatása idején is maradj hűséges az Úrhoz. Mindörökké.